Tallér Edina és Erdei Tamás két új kollégánk, őket üdvözlöm itt a Fix magazinban. Ti fogjátok csinálni a Boy című műsort, amit eddig Puzsi Robert és Simony Bulcsú neve fémjelzett. Hát üdvözöllek titeket először is a csapatban, ez mindig nagy öröm, amikor új kollégákat üdvözöllek. Miben fog más lenni ez a Boy, mint ahogy ugye a Robiek csinálták? Elsősorban abban, hogy tematikus számokat fogunk készíteni, tehát majdnem minden adás vagy minden adás egy-egy konkrét témát fog feldolgozni, vagy egy-egy konkrét témával kapcsolatosak lesznek ezek a videók, amiket elemzünk, megtárgyalunk, ajánlunk. Ugyanúgy fogjátok egyébként elemezni és megtárgyalni, és esetleg kritizálni vagy dicsérni, mint ahogy a Robiek? Tehát azért próbáltok azon a vonalon maradni? Hát visszakanyarodva az első kérdésedhez, annyiban is más lesz, amennyiben más emberek vagyunk mi, mint ők. Amit ők csinálnak, biztos, hogy nem azt fogjuk mi. Annyiban lesz hasonló, hogy érdekes YouTube videókat veszünk elő, és a saját gondolatainkat, meg személyiségünket beleadva ki fogjuk vesézni ezeket a videókat. Azt hiszem, hogy egészen más a módszertanunk, sokkal személyesebb lesz ez a műsor. Miért pont ez a műsor? Tehát, hogy ugye ezt átvettétek ezt a műsort. Volt valami saját ötlet is, vagy feltétlenül ez a műsor volt az, ami most gazdára várt, és akkor ti lecsaptatok erre a lehetőségre. Tehát érdekeltiteket ez a téma egyébként is? Természetesen, hát tele vagyunk ötletekkel, Edina különösen, hiszen ő színpadi világból is érkezik, színdarabokat is ír, és a színház világa is nagyon otthonos a számára. De én is tele vagyok ötletekkel, felkérést kaptunk ennek a műsornak a továbbvitelére, felújítására, megújítására. Másrészt pedig azt hiszem, hogy a YouTube és a YouTube videók annyira a hétköznapok részét képezik ma már mindannyiunk számára ebben a generációban, hogy mindenféleképpen érdekes, izgalmas és szükséges egy ilyen műsor. Nagyon jó, hogy egyébként mondtad, hogy mindannyian ugye a művészvilágból érkeztetek, hát írók vagytok ugye első körben, másodkörben akkor te például a színházi szakember is, akkor meséljetek az életetekről, hogy kerültetek ide, hogy kerültetek a tévé közelébe, és hogy éppen mi van, mi a helyzet veletek mostanában? Hát kezdem én azzal, hogy nem színházi szakember vagyok, hanem inkább színházi magánember, mert a férjem színész, úgyhogy elég színház közeli az élmény, tizen akárhány éve, amióta együtt élünk, és magam is drámákat is írok. Ennyi a színházas múltam, de egyébként tévézek is, meg tévéztem is régóta. Író vagyok leginkább, úgyhogy otthon dolgozom, nagyjából egész nap a YouTube-on lógok. Ez szerintem alap egy írónak. Ötleteket hogy, lehet onnan meríteni? Hát meg mindenfélét, nem tudom. Valamikor úgy írok, hogy zene kell hozzá. Nagyon, nagyon érdekel, hogy az ízlés hogy változik. Nagyon érdekel, hogy a fiatalok miért szeretik azt, amit éppen szeretnek. Nagyon szeretem a kortárs popzenét, stb. Amikor unatkozom, akkor megnézek egy nap, nem tudom, 4-5 animációs filmet. Szóval így úgy gondolom, hogy ebben képben vagyok, meg van is mondani valóm róla. Szívesen mutatok bárkinek olyan videókat, amit mondjuk nem több millióan néztek meg, hanem csak 1500-an, viszont hogyha egyszer megnézed, akkor beléd ég, mert annyira jó. Amúgy pedig, ahogy mondtam, író vagyok, most készül a második regényem, remélem, hogy jövő tavaszra meg is jelenik, illetve az egyik drámámat, ezt most is játsszuk itt Budapesten. Nyilván akkor majd erről is beszélgetni fogunk egy másik Fix magazinban, akkor lehet, már nem a kapcsán, hanem a könyveid kapcsán. És Tamás, te akkor honnan jöttél, merre tartasz? Mi a helyzet veled mostanában? Mi a helyzet velem mostanában? Egy picit messzebbről kezdeném. Én úgymond a kőkemény tudomány világából érkeztem. Én a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Kutatóintézetében dolgoztam kutatóként, illetve két egyetemen is tanítottam, a Szegedi József Attila Tudományegyetemen, illetve a Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Lánykori nevükön akkor még így hívták ezeket az intézményeket. Filozófiai hermeneutikát, illetve irodalomelméletet tanítottam, és az utóbbi években pedig kicsit elengedtem a szigorú tudományosságnak a kezét, és inkább kulturális újságíróként szabadúszom, vagy szabadúszóként kultúrkodom. Tehát ez a műsor teljesen profilomba vág az utóbbi éveket illetően. Nem csak gondolkodó emberként, hanem úgymond alkotó és író emberként. Hasonlóan, mint Edinán is azt mondhatom, hogy a YouTube videók, illetve a YouTube-ra felkerülő zenei anyagok szinte mindennapos
intellektuális és érzelmi táplálékot is jelentenek, vagy inspirációt is jelentenek. A legújabb trendeket talán itt lehet a legérzékenyebben lezongorázni, érzékelni. Mi alapján fogjátok kiválasztani a videókat? Nyilván mind a ketten hoztok témákat, hogy fogtok szelektálni, vagy minden, amit hoztok, az belekerül, csak majd a sorrendek változnak. Ugye rengeteg videó van a neten. Hát annyit elárulhatunk, nem? Hogy kb. Milyen témával Igen. indulunk. Az első két műsorunknak a témája az már kikristályosodott. Az első az a szabadság különféle aspektusai köré rajzolódott ki. Ez egyszerűen, ahogy hozzányúltunk a témához, szinte magától kialakult, adta magát. Valahogy megtalálták egymást ezek a videók, ezek a felvételek. Az őrültségtől, a különleges teljesítményig, az álomtól, a valóság és az illúzió különféle formáig, a romantikus elvágyódástól az extrém sportokig valahogy minden összeállt a szabadság különféle megvalósulásai irányában. De azért nem úgy kell ezt elképzelni, hogy mi ott nézzük, és annyira klassz ez a videó is, meg az is, mindenben egyet értünk, sőt az a jó egyébként, a jó zsarú mindenféleképpen, az az érdekes. Úgyhogy azt szoktuk csinálni mi így ketten, hogy e-mailt váltunk, és akkor nézd, Tamás, szerintem ez jó. Akkor visszaírja, hogy hát szerintem ez lerágott csont. Jó. Akkor ő küld valamit, én megmondom, Tamás, ez 700 éves, kit érdekel? Na, így szoktuk összeválogatni. Lehet ezen túl, akkor majd egy olyan blokk már, ugye a blokk ötletnek esetleg, ha blokkosítani is akarjátok, hogy az, ami ilyen retro kategória, ami már régen volt, mint egy szalacsék, Sanyi bácsi. Igen. Mennyire a botránykertés esetleg lehet téma nálatok? Tehát ugye van egy csomó olyan YouTube videó, aminek kifejezetten az a célja. Lehet, téma lehet, mi magunk, nem hiszem, hogy nagyon botrányosak lennénk. Ja, nem bármikor. Engem nem nagyon érdekelnek a botrányok, meg a pletykák sem, de nem vagyok ellene akkor, hogyha annak van valami a botrányon túli üzenete, akármilyen. De azt... legalábbis a magam részéről azt nem várhatja tőlem senki, hogy ilyen nagy szenzációkba belemenjek. Ilyenfajta. Hát, igen, hát a videók úgy is hozzák majd maguk az ötleteket. A mémekre mennyire fogtok odafigyelni? Tehát az éppen felkapott trendek, amik valakit karikíroznak ki. Az és nagyon ugye ez minden hónapban, most is van valami brazil topmodell, aki ugye a New Yorki lerombolt New Yorknak a roncsai között ottan pózolt, aztán most egy mém királynő lett belőle egy másodperc igen. alatt. Gondolom már videók is születtek. Nyilván ezeket mindenképpen figyeljük is, meg szerintem elő is fogjuk venni, mert ez kikerülhetetlen. Tehát, hogyha YouTube-ról beszélünk, meg egyáltalán a populáris kultúráról, akkor ezek a dolgok kikerülhetetlenek. Az nagy hiba lenne, hogyha ezekkel nem foglalkoznánk. Hát várjuk akkor sok szeretettel a műsort, és üdvözlünk titeket a csapatban. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen.